A világ biztonságosabb lett, az amerikai nemzet pedig egységesebb, mint valaha. Erről beszélt Barack Obama amerikai elnök a 2001. szeptember 11-i terrortámadások évfordulóján. Közben az Egyesült Államokban bejelentették, az amerikai kormány állja annak a mintegy 70 ezer tűzoltónak, rendőrnek és a mentésben részt vállalt embernek a rákszűrését és kezelését, aki segítkezett a New York-i merényletek következményeinek felszámolásában. A Világkereskedelmi Központ romjai közül ugyanis hónapokig káros anyagok szálltak fel. Így néz ki a magasból alsó Manhattan, 11 évvel a szeptember 11-i terrortámadások után. Most először a merényletek óta a New York-i Grand Zero-n tartott megemlékezésen politikusok nem mondanak beszédet. Kizárólag az áldozatok hozzátartozóit várták a területre, hogy felolvassák a 2001-es merényletekben elhunyt szeretteik nevét. Mind a demokrata elnök Barack Obama, mind a republikánusok elnökjelöltje Mitt Romney felfüggesztette a kampányt a tragédia évfordulóján. Az elnök és felesége egy perces néma csenddel emlékezett meg a Fehérház kertjében a merényletekről abban az időpontban, amikor az első gép a Világkereskedelmi Központnak ütközött. Később Obama a Pentagonnál vett részt a megemlékezésen, ahol 2001-ben szintén becsapódott egy eltérített repülőgép. Az elnök megismételte, hogy az Egyesült Államok nem az iszlámmal áll harcban, hanem terroristákkal. Végzetes csapást mértünk az Al-Qaida vezetésére. Osama bin Laden többé nem fenyeget bennünket. Az iraki háborúnak vége, 2014-ben pedig véget ért történelmünk eddigi leghosszabb háborúja, az afganisztáni. Sorolta az elnök azokat az eredményeket, amelyeket a vezetése alatt ért el az Egyesült Államok. A pennsylvániai Shanksville-ben pedig, ahol egy eltérített repülőgép az utasok hősiességének köszönhetően nem érte el célját, hanem lezuhant, a védelmi miniszter már tegnap este beszédet mondott. Éberek maradunk a hazánk elleni összes fenyegetéssel szemben, és senki nem marad büntetlenül, aki megtámadja az Egyesült Államokat, mondta Leon Panetta. Napra pontosan 11 éve, szinte az egész világ szeme láttára csapódott bele két alkaidás terroristák által vezetett utasszállító repülőgép a New York-i Világkereskedelmi Központ két tornyába, amelyek rövid időn belül összedőltek. A két másik gépeltérítés is katasztrófához vezetett, a merényletekben majdnem 3000 ember vesztette életét, a terrortámadásokhoz köthető betegségekbe pedig az elmúlt 11 év során mintegy 1000-en haltak bele.